Tehát ha látom, izgulsz, most veszed át Álmaid autóját, és ezt megmutatjuk a Forever nézőknek. Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és osztoztok az örömömben, hiszen 5 évvel ezelőtt volt ilyen utoljára, amikor új autót vettem át, ugyanúgy a Forever autóprogramjának köszönhetően, és most egy olyan autót veszek át, ami még én is izgulok, hiszen nem láttam, és egy teljesen új dolgot fog mutatni nekem maga az autó, egy esztétikai élmény. Tehát még kicsit nyitottad, nem is ültél benne. Nem, még jó, nem. Akkor ezt velünk teszed meg. Igen. Új, de jó, menjünk. Hát ez már elegáns, kinyitotta a tükröket, Rögtön kinyílik az autó, és varázslatosan néz ki. Na, milyen érzés? Hát, nagyon izgulok, meg kell mondjam neked őszintén. Meg kell mondjam azt is, hogy ez egy teljesen új dolog számomra, hiszen egy annyira finom belsejű autóról beszélünk, hiszen a belsejét azt japán hegedű készítők tervezték, annyira szolíd és finom, ami jellemző a Lexusra. Neked már volt ilyen hasonló, az előző modell. Igen. 2 évvel ezelőtti modell is volt már, úgyhogy én eléggé hűséges típus vagyok, mint ahogy a Foreverhöz is hűséges típus vagyok, és ugyanígy az autóhoz is egy pont ezért. És akkor ezek szerint te környezettudatos vezető is vagy, mert hogy hibridet vásároltál. Igen, pontosan így van. Hibrid az autó, az azt jelenti, hogy van benne normál motor is, és az pontosan akkor kapcsol be, amikor arra szükség van, és saját magát diktálja az autó, hogy mikor megy elektromotorokkal, illetve mikor választja a normál motort. Na ülj be, mert gondolom alig várod, és felvesszük. Tehát le se tagadhatnád, hogy ez a Forever ösztönző programon belül vetted, hiszen FLP 989 a rendszámod, és már rajta is van, tehát ez már tied, muszáj hazavinned. Ez így van, a 989 az azért fontos volt számomra, mert 989 a termékforgalmazói számom, tehát az köszön vissza az autón is. Tehát mondhatjuk úgy, konyha nyelven, hogy a Forever fizeti a részleteket, tehát a cégtől kaptad ezt az autót. Igen, pontosan így van, a cégtől kaptam így az autót ajándékba, illetve nagyon hálás vagyok azoknak a munkatársaknak, mert ez egy csapatmunka, amikor az ember megcsinálja az autóösztönző programot, és az ő munkájuk is benne van, úgyhogy innen szeretném nekik megköszönni. De bízunk abba, hogy kezdők, új belépők, vagy esetleg olyanok, akik még majd leendő foreverösök, azok is megnézik ezt a filmet. Azoknak mondjuk el, hogy te milyen szinten, hány éve, hogy csinálod, magyarán mit, hogyan kell dolgozni ahhoz, hogy egy ilyen autót te kapjál majd a Forever-től. Én azért kezdtem el a Forever-t, mert akartam egy kiutat a családomnak. Rögtön a második évben megvolt az első autóösztönző programom, aminek köszönhetően annó egy Volkswagen Polo Classic, egy sport Volkswagen Polo Classicot kaptam így ajándékba a cégtől. Hát gondolom, akkor az is nagy szó volt, és azt is ilyen örömmel vetted át. Igen, az hatalmas nagy dolog volt számomra, mert az volt életem első autója, amit nekem fizetett a Forever, illetve hát meg tudtam magamnak finanszírozni. Az anyukám annak idején azt mondta, hogy jaj, édes kislányom, csak nehogy ezért téged börtönbe zárjanak. Úgyhogy ő nem látta át ezt, meg akart védeni, és nem látta át ezt az egészet. Milyen szinten vagy most, hány év alatt jutottál el egy ilyen nagy autóhoz? Jelenleg soaring szinten vagyok, az azt jelenti, hogy a hozzám csatlakozott 5 családnak sikerült segíteni abban, hogy megváltozzon az élete. A csoportomban több 100 menedzser van, zafírok, gyémánt zafírok, soaringok, szeniorok, menedzserek, és nagyon büszke vagyok rájuk.